Megkezdték a törmelék eltakarítását Odesszában, ahol egy raktárépületben hárman meghaltak az orosz rakétatámadást követő tűzben. Megrongálódott egy oktatási intézmény, valamint a közeli lakótömb is. Így néz ki a donyecki Neskucsne, amelyet nemrég foglaltak vissza az ukrán katonák az orosz erőktől. A faluban már nem maradt olyan épület, amelyen ne látszódna az itt dúló harcok nyoma. Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb jelentése ukrán tartalékosok és egy fegyverraktár elleni támadásról számolt be. Vladimir Putyin pedig azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy ők robbantották fel a Kahovkai gátat. Ezentúl az orosz államfő kijelentette, hogy amennyiben a nyugat tárgyalások útján akarja megoldani a konfliktust, akkor csak annyit kellene tennie, hogy befejezi a fegyverek szállítását Ukrajnának. És már is itt van velünk, Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter. Jó reggelt kívánok! Igen, a civil pályán meg más műsorok rendszeres szereplője, ugye? Igen. És megbeszéltük, hogy rákérdezünk, mert amikor ő volt honvédelmi miniszter, egy kicsit később, amikor ő volt honvédelmi miniszter, akkor tört ki ugye a szenátor ügy Magyarországon. Ugye ez az volt, amikor beszereztünk volna F-16-osokat, de végül is a Gripen mellett döntöttünk, azon Gripen mellett, amely ugye azokhoz a svédekhez kötődik, akiket most nem engedünk be a NATO-ba. De vagy... már mindjárt majd beengedünk. Illetve hát igazságtalan vagyok, mert Szijjártó Péter szerint, és ezt szeretném megkérdezni, hogy a képviselők valahogy nem teljesen érzik magukat komfortosan amiatt, hogy szavazniuk kell Svédország csatlakozásáról. Ezt mondta egy interjúban. Igen, itt ugye van egy nézeteltérés a kormány és a Fidesz frakció között. Mindig, mindenben. Tehát, nem is értem, hogy működnek a fékek és ellensúlyok. Miért lenne ez probléma? Nyilván a Lavrov-díjas külügyminiszterünk azért ebben lódít. Van egy kormányzati megrendelés, Törökországnak megígértük, hogy teszünk egy gesztust, nem hagyjuk az ellenállásban egyedül, és továbbra is tartjuk ezt az álláspontot. Azt az álláspontot egyébként, amely sem politikai, sem morális értelemben nem fogadható el, és nagyon-nagyon nehezen indokolható. Nem véletlen az, hogy például a kokáért itt a háborgó képviselők nem nagyon vállalnak vitát ebben a kérdésben, nem nagyon szólalnak meg abban a kérdésben, hogy miért nem támogatják a svéd felvételt, mert nincsenek érvek. Kiment egy magyar delegáció, Hende Csaba vezetésével, akkor, ha jól emlékszem, akkor győzelmi tort ünnepeltünk, hogy oké, minden rendben van, és a nézeteltéréseket azokat tisztázták. Ehhez képest persze nyilvánvalóan egy kipcsap találkozón Erdogán és Orbán másképpen állapodtak meg. Azért azt hadd mondjam el, hogy ez nem volt teljesen egyértelmű, hogy a svédekkel ugyanúgy rendben van minden, mint a finnekkel. Tehát érződött ott már egy megosztottság, hogy a finnek azok, bár jogállamot kritizálják Magyarországon, de eloszlatták a kételjeinket. A svédek úgy kritizálják a magyar jogállamot, hogy el se oszlatták a kételjeinket. Hát én magam is a szívemhez kaptam. Igen. Akkoriban, de ezzel együtt is a látogatás végkicsengése az volt, hogy sikerült valamelyest oldani a konfliktusokat, megismerték egymás álláspontját, a magyarokat nem lehet Svédországból bántani, sem. Szóval jó, komikus. Ugye arról beszéljünk, hogy ennek az adott egy friss löketet ennek a vitának, hogy a Washington Post arról írt, hogy az amerikai kongresszus illetékes bizottsága blokkolta a magyar honvédség egy magas szintű fegyverzeti bevásárlását, HIMARS rakétarendszerekről lett volna szó, erre hivatkozva. Egyébként egy republikánus szenátor vezeti ezt a bizottságot, ez egy érdekes része ennek a történetek, és a honvédség úgy reagált, hogy de mi nem is akartunk ilyet venni. Én rendszeres nézője vagyok ennek a műsornak, és látom, hogy azok, akik szakértőként megszólalnak, vagy politikusként megszólalnak, azok folyamatosan jelzik azt, hogy kapunk figyelmeztetést. Ez is egy intőjel. Érteni kellene már a magyar kormánynak, hogy a többiek nem kedvelik ezt. Látnunk kellene azt, hogy a NATO úgy szalad el mellettünk bizonyos ügyekben, mint annak a rendje, és a NATO főtitkár már nem nagyon érdekli a magyar opozíció.
eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor már tettek jelennek meg a politikában, amikor már nem arról van szó, hogy üzenünk a anyósnak, hogy a feleség is értse, hanem egészen direktben jelennek meg a kritikák, és ez ennél csak rosszabb tud lenni. Azért, mert egy olyan politikát folytatunk, amely ebben a pillanatban egészen bizonyosan nem az Európai Unió és nem a NATO érdekeit szolgálja, hanem az oroszok érdekeit szolgálja. És az a tény, hogy egy republikánus vezető blokkolja ezt a kérdést, hát gyakorlatilag megkérdőjelezi Orbánéknak a republikánusok iránt érzett oldhatatlan hát szerelmét, mert hiszen egy republikánus mondja azt, hogy na ájtsi már, azért a világ másképpen folyik. Itt most egy picit fel kell függesztenünk, csak elmondom, hogy mellesleg Kovács Béla hasonló cselekményekért 5 év fegyházat kapott jogerősen, ugye? Hogy az Európai Unió érdekeivel ellentétesen kémkedett. Úgyhogy itt most felfüggesztjük, mert most levegőben van a kés, úgyhogy reklám. A szünet előtt elkezdtünk beszélgetni Svédország NATO csatlakozásának blokkolásáról, magyar blokkolásáról, és a külügyminiszter egyébként azt mondta egy amerikai interjúban, hogy látjuk az ukrajnai emberek az ott élő magyarok szenvedését is, és hát persze reagáltatták azokra a hírekre, amelyek a magyar parlamenti képviselők vonakodásáról szólnak, és hát a cikk megjegyzi azt is a NATO csatlakozás kapcsán, a svéd csatlakozás kapcsán, hogy találkozott Jens Stoltenberg NATO főtitkár és Joe Biden elnök, és hogy szeretnének a júliusi csúcs találkozik, az egy hónap, addig előrelépni ebben az ügyben. Van erre esély? Esély van, nyilvánvalóan a háttérben komoly diplomáciai küzdelem és húzavona zajlik. Nagy valószínűséggel a törököket kell, szinte biztos, a törököket kell meggyőzni. A törökök folyamatosan zsarolják a részint az Európai Uniót a migráns ügyjel. Ez a, ha nem adtok támogatást, nem vagytok velünk kedvesek, akkor gyorsan kiengedünk 100 000 menekültet, és azt kezdtek fel, amit akartok. Részint a NATO-t, hiszen ő azért egy nagyon erős NATO tagállam. Ebből adódóan általában komoly anyagi igényt szokott megfogalmazni, és ezt bár vonakodva, de olykor-olykor teljesítik is számára. Tehát most, hogy a török gazdaság nagyon-nagyon bukdácsol, a választás ellenére is nagyon komoly problémák vannak, én nem zárom ki azt, hogy vagy ilyen jellegű kérés fogalmazódik meg, vagy pedig egy olyan jellegű kérés, amely hát publikus, hogy tudnélik, korábban az amerikaiak bizonyos fegyverbeszerzésből kizárták Törökországot, azért, mert úgy gondolták, hogy túl közel vannak az oroszokhoz. Elképzelhető az, hogy ilyenfajta kérést fogalmaznak meg. Summa summarum, régen nem arról szól, hogy Svédország támogat nyíltan vagy látens módon néhány kurd ellenállót, hanem itt sokkal nagyobb politikai és gazdasági kérdésekről van szó a háttérben. De ezzel együtt is azt állítom, hogy történjen bármi egy hónap múlva a NATO csúcson, Svédországot de facto nem, de vagy de facto már igen, de jóra még nem. Lényegében a NATO tagjának tekintik, aként bánnak el vele, és az igazság, hogy ilyen módon a NATO erősödik, mert Svédország egy felkészült erős haderő. Nyilván számukra politikai kérdés az, hogy ez minél, már a döntés minél hamarabb szülessen meg, de ezt az elmúlt néhány száz évet kibírták a NATO nélkül, ez a pár hónap ebből a szempontból nem számít. Annál is inkább elnézést, mert a háború és a konfliktus nyilvánvalóan nem szélesedik, ellentétben azzal a reklámmal, amit nagyon sok televízió közvetít. Mennyire tudja sakban tartani Amerika, akár Törökországot, akkor Magyarországot ezekkel a fegyver visszatartásokkal? Mennyire fáj Törökországnak, ha nem kap a legújabb fejlesztésű F-16-osokból, és nekünk, hogy akkor a HIMARS rakétarendszerből nem tudunk vásárolni? Nyilvánvalóan fáj, de
nem a konkrét fegyver a kérdés, mert ezeknek általában van egy alternatívája, kettő is, három is, hanem maga az az eljárás, maga az a mód, ahogy kizárnak ebből a vásárlásból, az mindenféleképpen az országra negatív hatással van. És hogyha valakit például az Egyesült Államok beenged a fegyverbizniszbe, az bizony húzza a gazdaságba is. Tehát nem egyszerűen csak egy adok neked X pénzt és kapok érte fegyver történetről van szó, hanem ez a legbizalmibb üzletágak egyike, hanem arról van szó, hogy akkor a gazdasági együttműködés pörög egyre inkább. Éppen mai hír, és bár közvetlenül a háborúhoz nem tartozik, de a témához mindenféleképpen, hogy Izrael egy arab állammal köt megállapodást, és ott gyártatnak bizonyos fegyvereket. Ez egy olyan, hogy is mondjam, origónak az átlépése, amely példanélküli, és nyilvánvalóan Magyarország is vágyik arra, hogy a nemzetközi közösség megbecsült tagja legyen, kivéve a miniszterelnököt és Szijjártót, és teljesen természetesen a törökök is vágynak arra. Rizs szenátor, akiről szó van, az Idaho-i republikánus, ahhoz a csoporthoz tartozik, amely csoportból szenátorok itt voltak, ugye azon a konzervatív kongresszuson, amelyet közösen léptek fel a globális konzervativizmus győzelmére, vagy a trumpizmus győzelmére. Ez segíthet-e, ezek a személyes viszonyok, az Orbán kormány és az amerikai republikánusok bizonyos csoportjai között? Hát irtózatos pénzeket fizetünk lobbistáknak azért, hogy Magyarországot a szenátorokhoz, kongresszusi képviselőkhöz hozzá édesgessük, lekössük őket, a figyelmüket felkelsük, együttműködjünk, hogy lobbistáink legyenek. Sőt, az ottani kongresszusra bevásároljuk Orbán Viktort egy beszéd elején. Így van, tehát a mi adófizetői pénzünkből... Az adatjogokért központon keresztül. Így van, mi finanszírozzuk azt, hogy ez a lobby tevékenység működjön és jól működjön. Önmagában azt kell mondanom, hogy azért az, hogy egy állam ilyet csinál, nem feltétlenül elítélendő. Csak az összes többi tevékenységének is passzolnia kellene ahhoz a szándékhoz, hogy közelebb kerüljünk az amerikaiakhoz. Na most óriási pénzt kifizetünk lobbistáknak, néhány szenátor közvetlen környezetének, majd azt követően folyton folyvást, szembe megyünk a fősodorral, Amerikát elküldjük oda, ahova mi magunk sem mennénk, akkor ez nem fog működni. Éppen ezért azt gondolom, hogy a lobby tevékenység mindig hasznos. Ennek nagyon komoly, szigorú szabályai vannak. Amerikában a legszigorúbbak, de Európában is szigorú szabályai vannak. Független attól, hogy ezt egy cég intézi, vagy éppen egy kormány intézi. De nem hatásos. Na, beszéljünk egy picit a Novák Katalin bokros tendőiről, mert hogy nyilván ezek miatt nem jut idő arra, hogy aláírja az új ukrán nagykövet jelölt befogadó nyilatkozatát, akit egyébként szerintem a mi nézőink már úgy nagyjából sejtenek, hogy ha azt mondjuk, hogy Fegyér Sándor az az Ungváron élő magyar önkéntes katona, aki a lövészárokból telefonon keresztül tartott egyetemi órát turizmussal foglalkozó megadott hallgatóknak adott interjúkat, és egyébként ő volt az, aki a háború kitörésének másnapján bevonult, volt egy másfél hónapos kiképzése, és utána küldték is a Donbassba mindezt teljes mindenféle katonai előképzettség nélkül, 4 gyermek édesapjaként, és hangsúlyozottan Kárpátalján élő magyarként. Na, ő az ukránok nagykövet jelölte. Azon túl, hogy egy modernkori polihisztorként tartják őt számon, az ukránok szempontjából ő nyilván egy jó jelölt, mert egy ilyen típusú karakterrel azért nehezebb lesz a magyar kormányzati politikának. Hát, hogy mondjam, egyrészt szót értenie, másrészt talán belekötnie, de miért várat magára ez az aláírás? Hát mert pont ez az étosz, amit itt felsoroltak, ez megy szembe a mai magyar kormányzati politikával. Részint ez a cáfolata annak a politikai praxisnak és gyakorlatnak, amit Orbánék végrehajtanak. Ezt az embert ideengedik, és ez mint egy szimbólum megjelenik, hogy magyarként, önkéntesen részt vett a honvédő háborúban, hát ez azt gondolom, hogy a konzervatív közösségnek púpa hátán. Én azt gondolom egyébként, hogy ez az oka,
hogy nem kapkodják el, ugyanakkor meg rendkívül barátságtalan. Én pontosan tudom, hogy a diplomáciába előfordul, és korábban velünk is előfordult, hogy a mi nagykövetünket nem akkreditálták, de akkor sem arról volt szó, hogy a nagykövet személyével volt probléma, hanem a magyar-ukrán viszony akkor fagyos volt, és azt mondták, hogy akkor egy kicsit pihentessük. Most lehet, hogy fagyos, de egy olyan szituációban, amikor mi egy hadban álló országnak nem fogadjuk a delegált, akkreditált nagykövetét, az egyszerűen elfogadhatatlan és példanélküli. Nekünk kellene gesztus gyakorolni. Az ukránok el vannak foglalva az oroszokkal. Az ukránok védik a saját hazájukat. Ebben az ilyen apró gesztusok az ő támogatásukban sokat jelentetek. Aki ezt megtagadja, az gyakorlatilag ismételten leteszi a voksát a másik oldal mellett. Kicsit váltok témát, ha nem baj. Az orosz elnök kedden a Kremlben háborúpárti hadi bloggerekkel találkozott. Olyanokkal, akik tényleg háborúpártiak, jó? Tehát a különleges katonai hadművelet során világossá vált, hogy sok mindenből hiány van, fogalmazott az elnök, precíziós lőszerekből, kommunikációs eszközökből, repülőgépekből, drónokból, és így tovább. Ez azért egy olyan őszinteség, amely nem is tudom, hogy mit kell, hogy beszedjen valaki, hogy egy ilyet mondjon orosz elnökként. Hát el kell telnie másfél évnek egy olyan konfliktus vagy háború kirobbantása után, amelyet úgy könyveltek el ők, Orbán és a félvilág, hogy ezt gyakorlatilag az oroszok egy-két hét alatt lerendezik, odaraknak valami bábkormányt, és az élet megy tovább. Ehhez képest az ukránok meg azt mondták, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek, és ellenállást tanúsítottak. És kiderült, hogy az egyébként nagyon sok hiedelemmel ellentétben az orosz haderő sem technikai, sem szervezeti, sem személyi értelemben nem képviseli azt az erőt, amely képes egy egyébként teljesen legyengült országot és gazdaságot, ha tetszik, akkor elfoglalni. Ugye nagyon sokan kérdezik mostanság, hogy na mi van az ukrán ellentámadással? Hát az a helyzet, hogy nekik is pont ezekből az eszközökből van kevés, amit Putyin az imént felsorolt. Na de ne tévedjünk, Oroszországnak másfél év kellett ahhoz, hogy idáig eljusson. Most ne gondoljuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra előkapják a varázskardot, a Jedi, nem tudom én micsodát, és majd győznek. Ez egy nagyon-nagyon hosszú kínszenvedésekkel övezett, és nagyon sok sajnos technikai és személyi veszteséggel járó konfliktus lesz. Szóval az ukránoktól elvárni most azt, hogy egyik pillanatról a másikra bejelentsék, hogy győztünk, az azt gondolom, hogy méltánytalan, sajnos hosszú idő kell ahhoz, hogy visszakapaszkodjanak. Legyen tűzszünet, legyenek béketárgyalások. Legyen béke, egy olyan béke, ami fenntartható és elfogadható béke, amelynek az az alapja, hogy az oroszok vonuljanak ki, és hogyha Orbán a béke mellé még ezt is oda mondaná, akkor Európa egyik sztárja lenne, mint amire vágyna. Ehhez képest nem az. Itt van a recept, nézzük a kormányfőt a következő napokban. Köszönjük. Köszönöm.